Víz nélkül nincs élet, alapvetően abból kell kiindulni, ez természetes. És mondjuk sokkal rövidebb ideig bírjuk víz nélkül, mint éhen, ugye akár mondjuk 6 hétig is. Valaki étlen szomja maradhat, de hát hogyha mondjuk víz nélkül van, akkor a 72 órát borzasztó nehéz túlélni. Főleg, hogyha az illető szerencsétlen hajó törötként elkezd indulni a tengervízből amelyiknek ugye hát a sótartalma azért az tengerektől függően változó, akkor az még hamarabb ugye őt ki fogja valójában nyiffantani, és ez a kiszáradás ez ez nagyon-nagyon intenzíven meg fog valójában jelenni, úgyhogy víz nélkül nem működik a szervezetünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez most biztos egy antireklám lesz, amit én mondok már a berendezésekre. Én soha egyetlen egy berendezést nem használtam. Mint vagyok 59 évesen, szerintem egész jó állapotban vagyok. Jó reggelente már itt ott, ott, ott fáj, meg most már maratont nem futok, mert az már kicsit hosszú, de a félmaraton még megy, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ezekben a fantasztikumokban, ezekben a csodákban nem hiszek. Illetve amikor kindolgoztam Egyiptomba, ott világos kellett, de hát ott alapvetően ugye a homok miatt, meg egy csomó egyéb más olyan dolog volt benne, és tényleg az ember meglepődött, ugye amikor a szűrőt kicserélte, hogy akkor ott azért mi minden összegyűlik, de hát, Budapest az mégsem Egyiptom, ha bár a vízcsöveink nem biztos, hogy mind nagyon újjak, ha bár a vízcsöveink lehet, hogy időnként kicsit elrozdásodtak, most már ugye ólomcsöveket nagyon-nagyon reméljük, hogy azt nem használnak, mert nem használhatnak, hiszen ott világos a belekerülő ólom, akár egy krónikus ólommérgezés is okozhat. én megmondom őszintén, szomjas vagyok, kinyitom a csapot, egy nagy poharat, mert ez fontos. Ugye az ember általában, ha kis pohárból iszik, az azért rossz, mert a harmadik kort után kezd jól esni. Na most egy kis pohárból, mondjuk egy három decis pohárból, ha az ember szomjas, az megissza három korcsa, és akkor ugye el kell venni a szájától, megint visszatenni a csapalá, az egy ilyen élmény folyamat megszakadása tulajdonképpen ennek a dolognak. Úgyhogy ilyenkor egy jó kis fél literes pohárba az ember tesz bele vizet, és jó ízűen kortyolja, utána befög egy jó ízűt, és azt mondta, hogy ez jó lesz. A desztillált víz például szerintem nagyon fontos, hogy mondjuk beletegyük a vasalóból, hogy a vasaló élettartamát jelentősen meg tudja, meg tudja növelni, hiszen sokkal kevesebb lesz ugye a vízkör elrakkodás. Alapvetően megmondom őszintén én is, hogy nekem is annó, amíg még volt otthon vasaló, addig a kórházból vittem az a desztillátvizet. No persze egy pár liter az elég sokáig elegendő volt, mert az én vasalási intenzitásom az hát nem éppen a, az egeket verdesik ki ugye ebből az egész történetből. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt Magyarországon az a víz, a vezetékes víz, illetve az engedélyezett furtkutaknak a vize, az nyugodtan mindenféle egyéb tisztító, hozzáadó, elvevő, lugosító, savasító, hidrogenizáló, gyöngyöző, még tudom én minélkül tökéletes módon fogyasztható, és nem rejteget olyan fajta problémákat, ami ad bárkinek ettől egészségkárosodása legyen, és pontosan emiatt ugye ezek a fantasztikumok, a csodák a tízezer éves víztől kezdve, a deutériumos vízen keresztül, a p-vízen át, a lugosító vizeken keresztül, ha nagyon eukonform módon szeretnénk fogalmazni, akkor ez butaság, ha nem, akkor azt mondanám, ez fasság. Hiányzik belőle egy csomó olyan dolog, azok a nyomelemek, amelyek fontosak az életünk számára, és persze lehet, hogy az ember szed mellé vitaminokat, meg ilyen multivitamint, meg amolyat, amiben mindenféle, egy csomó egyéb dolog van, de hát ugye azért ha belegondolunk, azért az emberiség a kezdetek óta azért issza a vizet. És ha megnézzük, azért az átlag életkorunk az növekvő tendenciát mutat. Magyarán szólva egy csomó dolgot már meg tud az orvostudomány gyógyítani, megelőzni, és így tovább, és így tovább, hogy az átlag életkor növekedéséhez fog vezetni. De az utóbbi időben annyiféle dolgot a mobiltelefon a daganatot okozó hatásától kezdve, ugye itt a különböző csodavizeknek az egészségfokozó hatásán keresztül, de végén még eljutunk odáig, hogy talán 3-400 évig fogunk élni, ha ez a maromi nagy egészségtudatosság itt bennünk meg lesz. Ettől egy, hát egyelőre azt gondolom, hogy nem kell félni. Szerintem úgy, ahogy van, az a rendes csapvíz, az tökéletes módon fogyasztható itt van ez a logosítás című történet. Szóval igen, persze, eszünk egy csomó zöldséget, akkor a vizeletünk el fog menni lugos irányba. De a szervezetnek, ugye a PH-jával, ez a ph valószínűleg sokak számára ismerős, hogy a TV reklámból, ugye a különböző krémeknek ugye a PH, most ezzel nagyon játszani nem lehet. Az emberi szervezet PH-ja az 7,35 és 7,45 között normális. Ez egy viszonylag szűk sáv. Mondjuk egy sósav az kettes PH-jú, és mondjuk egy nátriumhidroxid az olyan 13-as ph jú szóval itt azért vannak nagy különbségek, de a szervezetünk, a homeosztázisunk, az általános működésünk az ilyenen belül lehet. Egy lugosítással egy valamit tudunk valójában elérni, hogy a vizeletünk kicsit lugos hatás irányba fog elmenni, de önmagába véve a szervezet pH-jával az ége jött a világon semmit nem fog csinálni, mert ha ez elindítana bennünket mondjuk egy lugosítás irányába, és mondjuk lenne 756 mondjuk a pH-nk, akkor az már olyan komoly biokémiai változásokat okozna, ami hát akár életveszély is lehet. Ha belegondol abba, hogy a közösségi média, ugye például a Facebook, az 64%-os eléréssel bír, ugye a reklámok szempontjából. És gondoljon bele, hát ugye ez, lehet, hogy ez megint ki fogják vágni, én ugye hölgy. Egyszer fölmegy az egyszerűre, kinéz magának ott egy cipőt, mondjuk nem is kell, hogy megrendelje, utána az e ő mindenhol elő fog jönni. Természetesen. Most ettől a pillanattól kezdve, hogy a miről szól, ez egy nagyon jó kis reklámpszichológiai lépés, mert állandóan megjelenik, és az ember először azt mondja, hogy hagyjanak békén ezzel a baromsággal, másodjára, ötödjére, tizenhő, huszadjára, azt mondja, hogy megnézem. És akkor elolvassa, és ott fantasztikus leírások vannak, ez olyan, mint a, a, az amigdalinnak, ugye a rák... rák terápiára vonatkoztatott hatás, és mutatják a mexikói ráklinikákat, ahol már annyira rákos volt az illető, hogy csak hátrafelé tudott menni, és ollója volt, és gyakorlatilag csodálatos gyógyulások érhetők el. Ez baromság. És hiába írja le ugye az amerikai gyógyszerügyi hatósága, az FDI, az EMA, ugye a European Medicines Agency, ugye az, hogy ennek semmilyen medikális hatása nincsen, az emberek elhiszik, mert akarnak hinni, és ott van, és én ezt tökéletesen megértem, most gondoljon bele, van egy daganatos beteg, Hát azért az nem egy léleköröm, amikor ez a történet kiderül, és világos elkezdi bújni az internetet, hogy most akkor nem eszem cukrot, mert az ugye a daganatot hízlalja, ezt nem eszem, amazt teszem, és világos, elindul esetleg a medikális terápia útján, kapja a kemoterápiát, sugarat, készítik elő műtétre, és így tovább, és így tovább. De olvastam valahol, hogy hoppá, hoppá, ennek a víznek, ennek lehet daganatölő hatása, mert ezt valaki leírta. Persze brit tudósok, és különböző ilyen hát bizonytalan sajtótermékek második oldaláról szól ez a történet. De ettől a pillanattól kezdve én a pszichológiai szempontból tökéletesen megértem, hiszen az ő élete beszűkül. Eddig így látta a világot, most pedig egy ilyen pici lukon keresztül fogja látni, és a luk végén mi van? Meg fog halni, mert daganaton van. És meg fogja próbálni a deutériumos vizet, a pi vizet, a kutyafasz a vizet. Hát persze, hogy meg fogja próbálni, amit én tökéletesen el is tudok fogadni egy ilyen szituációt, mert próbálkozik. Próbálkozik, és ilyenkor ilyenben mondja valaki racionálisan, hogy figyelj, ennek is ilyen, olyan, amolyan semmi hatása nincsen. Úgyhogy ha ez a videó az föl fog kérni a netre, valószínűleg én fogok kapni ott hideget, meleget ott, ott összességében. Főleg ugye a nagy lelkes pivizárusoknak, meg tízezer éves víz, meg mit tudom én, deutériumos víz, meg ilyenektől. De alapvetően valljuk bőszintén, hogy semmiféle olyan evidencia nincsen, ami ezeknek a vizeknek a pozitív hatásáról, amit egészségügyi pozitív hatásáról beszámolna, legfeljebb ártani nem használ. Ami már előny.